Villám. Atom. Azta mindenit. A mai videóban ilyen TNT-ket fogok letesztelni, és a videó során egyre durvább és durvább TNT-k lesznek. Vajon melyik fog a legnagyobbat robbanni? Nézzük is. Oké, akkor kezdjük a zöld erősségű TNT-kkel. Igazából ezek ilyen kis lazák lesznek. Az első például valami slime TNT, hát gondolom mindenből slime blokkot csinál. Igen, ezt jól eltaláltam. Tehát ezek a zöld TNT-k, ezek még ilyen kis egyszerűbbek. Következő a nyíl TNT. Hát egy nyíl záport csinált, ami alapvetően OP lenne, de elég kevés nyíl volt. Jöjjön az üllő TNT, és amúgy valamiért bugosabb begyulladása a TNT-nek, nem tudom, hogy mitől. Ez üllőket rak le, jó? Nem baj, kellene ilyen kis egyszerű TNT-k is, mert a videó során van egy ilyen érzésem, hogy lehet még a gépem sem fogja kibírni. Vulkán TNT. Ez mitől aha, jó, kezd durvulni. Következő pedig Super Vulkán TNT. Tehát, hogyha a Vulkán TNT már durva volt az előbb, akkor a Super Vulkán, jó, akkor az még több TNT dob magából, oké. Okay. Szép lassan kezdve elpusztítani amúgy a világot, de a következő az Y TNT. Mi lett az Y TNT? What? Még szerencsé, hogy víz volt itt, mert amúgy szerintem ásott van egy lyukat a bedrockig. Már csak három ilyen zöld TNT van, az első legyen ez a mini TNT. Hát ez, talán ez volt a legbénább TNT ebben a videóban, de mindegy, jöhet a következő, ami a Big Chungus TNT. Ez, what? Ez hogy csinálták meg a modban? Miért vannak ilyen Big Chungusok? És eltűnt. Jó, és már csak egy zöld TNT maradt, ami... Ez nem csinál semmit. Mi? Mindegy, fokozzuk a hangulatot, mert ahogy láthatjátok, már nincsen zöld TNT, úgyhogy most már eljött a sárga fokozat. Ezek ilyen közepes veszélyességű TNT-k leszek elvileg, bár nem tudom, hogy mire számítsak. Az első sárga TNT az a méhecske TNT, és ez csak méhecskéket rak le. Jó, hát ennél kicsit jobbra számítottam, de mindegy, akkor most jön a Meteor TNT. Ez valószínűleg mennyi TNT? Ne a méhecskék! Jön a Wither TNT, ezt gondolom lehív egy Withert. Aha, jó, nem is egyet, hármat. Hát ezek most elmennek elpusztítani a világot, na mindegy. Következő TNT-nek az, hogy Magic Slime, ez érdekes lehet, de mi ez a Magic Slime? Ez lerakott mindenhova ilyen Magic Slime blokkot, amivel... Ó, ezzel ilyen óriásikat lehet ugrani, ez érdekes. Na mindegy, itt van négy bárány, rájuk robbantom a Glitch TNT-t, és még mindig fura... jó, glitch blokk lett minden, de amúgy ez milyen blokk? Error blokk. Jó, viszont már csak kettő sárga vagy közepes TNT maradt, amiből az egyik a spread TNT, ez mi? Szét fogja tolni itt a dolgokat, vagy... nem. Ja, hogy ez szélesen eldobálja a TNT-ket. Azért ez elég OP. De most megnézem, hogy mit tud az utolsó sárga TNT, és ne. Ez egy nuk. De hát ennek nem kell sárga TNT-be lennie. A mindenit. Ja, hogy ennek még nincs vége. Jó. Mondjuk ennél egy kicsit nagyobbra számítottam, bár csak egy sárga TNT, szóval igazából mindegy. Ez se olyan rossz. Most szerintem jöhetnek a piros TNT-k. Na jó, ezek már amúgy egyre ijesztőbben néznek ki, főleg ez a fekete TNT, ez mi? Na jó, mindegy. Ezeket a piros TNT-ket mondjuk berobbantom itt egy falu, hát jó, akkor a falura robbantom rá. Szegény falu már megint megszívja. Minden TNT-s videóban valahogy sikerült találnom egy falut, és sose járnak jól. Mondjuk most itt pont rókák voltak, és az előző TNT-t nem is figyeltem, hogy ez mit csinált, na mindegy. Mi most jön, azt úgy hívják, hogy Superstorm TNT, és ez fogalmam sincs, hogy mi lehet. Jó, ez gyors volt. Ez hogy robbant fel ilyen gyorsan? Ebben nem tudom, mi volt a Superstorm, de mondjuk most úgy néz ki az erdő, mint hogy egy tornádó végig söpört volna rajta, szóval lehet, hogy ezért kapta ezt a nevet. Most jön a Lightning TNT, ez gondolom egyet bele fog csapni a villám ide a földbe, ez hát... Amúgy ettől most megijedtem egy kicsit, már itt számítottam, hogy villám fog becsapni, de ez nagyon menőn nézett ki. Mennyi villám becsapott egyszerre? Viszont most elég fura TNT-k fognak jönni, mert szürkék, és az a neve, hogy meganyúk. Ajaj, ettől amúgy félek. Már a sima nyúk is elég nagy volt, és ajaj, elindult. Aha. Azt a mindenit mekkorát robbant. Viszont nem ez volt az utolsó szürke TNT, mert még itt van egy olyan, hogy Super Spread TNT. Ez valószínűleg olyan, mint a sima Spread TNT, csak nagyobb mértékben fogja szétdobálni állni a TNT-ket, igen. És akkor itt az utolsó piros TNT, ami a nagy robbanó erejű TNT, High Explosive TNT, és amúgy elkezdett laggolni a világom. Ez csak ennyi. Ahogy ez nem volt olyan durva. Elérkeztünk most a fekete TNT-khez, amiktől amúgy nagyon félek, viszont a Bedrock TNT-kről meg nem is beszélve, mert azok nem tudom, mit fognak tenni a gépemmel, de mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, most még csak a fekete TNT-knél tartunk. Szóval az első az megint egy szürke lesz, ez szerintem olyan lesz, mint a sima Lightning, csak hát felerősítve, lehet ezt csinálják a szürke színű TNT-k, aha, jaj, ne, ennek a TNT-nek meg az a neve, hogy Napvihar TNT, hát megint egy falu fogja megkapni, de...
Jézusom! Hát ez a falu körülbelül eltűnt. Jó, mondjuk azért kicsit kisebb robbanásra számítottam, de hát végül is egy fekete TNT-ről van szó. Mindegy, jön a következő, ami titán nuk. Úristen, nem már. Valószínűleg ez távolabb kéne repülnöm, hogy jobban lássam. Jó, elkezdett robbanni. Ajaj, meghaltak a tehenek, de amúgy hogy bírja ki a gépem, én ezt nem értem. Azt hiszem megvan a titán nuke, és Jézusom. Na jó, a következő TNT-t a titán nuke-nak az aljára fogom rakni, ami pedig a Changus nuke, ne. Ez most ilyen nagyon sok Big Changus le fog rakni, vagy igen, erről ment is egy screenshot. Ez a Changus TNT, ezt nem tudom hova tenni. És a következőnek pedig az neve, hogy Kraken nuke. Na jó, ezt a Kraken nuke-ot ezt ide, nem tudom, víz közelébe rakom. De várjatok, ez amúgy miért Kraken? Hát ez nem is úgy néz ki, mint egy Kraken. Oké, elkezdett robbanni. Aha, amúgy ez hasonló a titán nukhoz. Ja, hogy még nincs vége, oké. Ja, hogy ez még erre is terjed, értem. Én itt is meghaltak a mobok, pedig ott robbantottam föl. Úristen, jó, eddig ez volt a legdurvább TNT. Amúgy szerintem a víz lefogta a nagy részét. De ez nagyon-nagyon távolra elterjedt. Jaj, ne, nézzétek, mi van a kezembe. Ez lehet, hogy még probléma lesz, mert ennek a TNT-nek az neve, hogy Ultra Nuke. Hogyha eddig volt Sima Nuke, Super Nuke, Titan Nuke, meg minden, akkor a Ultra Nuke az mit tud vajon? Én nem tudom, lehet, hogy most kiafkolok a gépem előle egy 5 percre, mire felrobb ez egész. Már eltelt vagy 3 perc, és még mindig robban a TNT, mit csináltam? Jó, ez biztos, hogy nagyobb a Kraken TNT-nél, és még mindig nem állt meg. Jó, leállt, úha, laggolok. Nézzük a pusztítás, meddig terjedt. El, ajaj. Ennek miért nincs vége? Ja, itt a széle, jó. Ó, még egy falut találtam. Mondjuk ide a villager házába berakom ezt a felkiáltójeles TNT-t. Fogalmam sincs, hogy ez mi. Sajnálom, villagerek, de amúgy túlélték, nem élték túl. Aha, itt problémák vannak szerintem. Jó, kiafkoltam egy 5 percre, mert meghalt teljesen a világom és a gépem, és azt a mindenit. Na jó, ez nagyon brutálisan néz ki. De ez milyen mennyiségű blokkot robbantott ki? És ez még csak egy fekete erőségű TNT volt. Na mészem, leteszem a következőt, ami a buff TNT. Minden mob kapott itemeket, és még az öléjek is. Az öléjeknek hogy lehet pajzsa meg kardja? Ez mi? Ez nagyon elátkozott. Ez mi? Jó, mindig akkor ide berobbantom a Super Sunstorm TNT. Hú, ezt nem kellett volna így berobbantanom. Insta kill volt sajnos ez a TNT, és ebből csak ennyit láttam. És mivel nem tudom, hogy az előbb hol robbantottam, ezért most eljött a videó fináléja. Az utolsó kettő TNT. Amik bedrock erőségűek. Hú, hogy ezeket kicsit félek letesztelni. Első a Transformation TNT. Hát nem tudom, hogy ettől mit várjak itt át. Most ez komoly. Ez csak ennyi volt. Hát ez eléggé lehangoló, na mindegy, jön az utolsó finálé, legdurvább TNT-ben még bízok. Ez a fekete, felkiáltás, ultra world, elpusztító, eltávolító valami TNT. Mondjuk az, hogy a víz le fogja fogni a nagy részét, de nem baj. Már megy is lefele a robbanás. Azt még elérte a falut is. Mi történik? Ez mindent elpusztít, még lefele is terjed. Közben megy le a nap, de pusztul el a világ. És ennek a hatása mindenhova elér, még itt van a videó elején felrobbant. A Slime TNT pontosabban csak itt volt. Ahova megyek, ott már kráter van. Itt sincs sziget, ott sincs sziget. Jézusom, ez lement bedrockig. Most már teljes csönd van, hullanak a homokok. Ez elpusztult a világ. Ott is ott repülnek a homokok. A nap össze-vissza bugol. Jó, szerintem elmondhatom, hogy sikeresen elpusztítottam ezt a világot is.